Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. Ebben a videóban megmutatom, hogy milyen könyveket szereztem be júniusban. Hogyha érdekel, maradjatok velem! A júniusi hónapban mindösszesen 7 könyvet vásároltam. Ennek az oka, hogy ebben a hónapban jelent meg az S, amelynek ára sajnos 10.000 forint fölötti volt, és ezért én úgy döntöttem, hogy jóval kevesebb könyvet vásárolok, hogy meg tudjam azt is vásárolni. Sajnos ez a kötet csak később érkezett meg hozzám, ami egy másik videóban kerül majd bemutatásra, mivel a kiadó jelezte nekem, hogy késni fog, és így június utolsó heteiben foghattam csak a kezeimbe. De most akkor bemutatnám nektek azt a 7 könyvet, amelyet, ha minden igaz, ha jól emlékszem, egy júniusban vásároltam. Az első ilyen volt, kicsit kárpótlás, hogy nem jutottam el a könyvhétre, és azon a héten jelent meg Hemingway-nek a Vándorünnep című kötete. Ez a 21. század Hemingway életművét feldolgozó sorozata. Csodálatosan szép könyv, kívül belül elképesztően gyönyörű, nézzétek meg ezt a csodaszép előlapot. Nagyon-nagyon szerettem ezt a sorozatot, el is olvastam, úgyhogy a júniusi olvasmányaimban beszámolok erről a kötetről. Nagyon érdekes volt, szerintem egy igazán jó kis olvasmány volt. Következő kötet, ami szintén újdonság, és június legvégén vásároltam meg, ez pedig nem volt más, mint Kathy Hayesnek a Kolostor című regénye. Ez is a 21. század kiadó csodálatosan szép kiadása. Egy fiatal lányról, Anne Stivell-ről szól, aki New Yorkba érkezik a Metropolitan Múzeumba asszisztensként, és átrakják őt a kolostorba, ahol a kezébe kerül egy régi kötet és egy régi kártyapakli, és ezt követően úgymond a kolostorban érdekes és hátborzongató események történnek. Körülbelül ennyi, nem akarok még többet elmondani, mert néha kicsit a főszövegek elszpoilerezik magát a regényt. Kíváncsi vagyok rá, én teljesen nyitottan állok hozzá, bár túlságosan gyönyörű ez a kötet. Remélem, hogy a könyv is, ami ebben a csodálatosan szép borítóban található, az is jó lesz, de be fogok nektek róla számolni, hogyha már olvastátok, akkor írjátok meg nekem, hogy tetszett, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Következő könyv, amelyet már régóta meg akartam venni, de mindig valahogy kimaradt, ez Fini Petrának a Marlenka című regénye. Egyrészt 1944-ben játszódik, és Marlenka családjával történt dolgokat dolgozza fel, illetve azt, hogy hogyan tudja a későbbiekben, a jövőben ezt a család feldolgozni. Kíváncsi vagyok rá, nem olvastam még Fini Petrától könyvet, hogyha már olvastatok tőle, akkor írjátok meg, ennek a könyvnek, ha jól láttam, egész jók az értékelései, de ettől függetlenül is nagyon kíváncsi vagyok rá. Következő könyv, szintén egy új megjelenés, már el is olvastam, sajnálatos módon nem tetszett annyira, a fülszöveg az nagyon jónak tűnt, Emily Henrynek a Könyvek szerelmesei című regénye, ez egy romantikus komédia, a romcom sorozatában jelent meg a Centrál kiadónak. Nem voltam tőle túlságosan elragadtatva, el fogom majd mondani az értékelésemet. Egy kicsit
túlságosan fel volt magasztalva ez a könyv, tehát nálam 3 csillagot kapott, és nem találtam benne azt a fantasztikus humort, amelyet egyes értékelők dicsértek benne, szóval nyitottan álltam hozzá, de ez egy nagy csalódás volt. Főleg úgy, hogy romantikus komédiaként 449 oldalra van nyújtva, tehát túlírt könyv, és sajnos nem volt egy olyan nagy szám. Következő kötet, amely után körülbelül 1 éve nyomozok, ez pedig nem más, mint Jen Lyonsnak A királyok vesze. Ez ugye egy trilógia, és már a második 2 kötet megvolt, és most sikerültem olyan az egyik tagtól beszereznem ezt, és már nagyon-nagyon régóta vágytam rá, hogy el tudjam kezdeni az olvasását. Nem most fogok neki kezdeni valószínűleg, mivel a többi kötet is ilyen óriás méretű, 700, nem mondom, közel 700 oldal. Kíváncsi vagyok rá, fantasy. A főszereplő egy dalnok tolvaj, akire felfigyel egy démon, és felhívja magára egy uralkodó család figyelmét is. Érdekesnek tűnik idáig. Nagyon jókat hallottam, ha jól emlékszem, Anditól erről a sorozatról. Kíváncsi vagyok rá. Hogyha már olvastátok, akkor mindenképpen írjátok meg nekem, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. És van egy újdonság, ez a Vinted alkalmazás, ahol érdemes időnként a könyves kategóriát is megnézni, mert ráakadunk ilyen csodákra, mint Széchi Noéminek és Géra Eleonórának a Modern Budapesti úrinő 1900-tól 1939-ig. Ez a korabeli cikkek, leírások alapján mutatja be, hogy hogyan éltek a nők ebben az időszakban. 2000 forintért jutottam hozzá Vintiden ehhez a könyvhöz, amit nagyon-nagyon sajnáltam, hogy az első kötetet nem vettem meg, pedig az is ilyen árban volt, és most már láttam, hogy ilyen 25 ezer forintos árban árusítják, és nem sok esély van rá, hogy be tudom szerezni, pedig nagyon érdekelt volna pont az az időszak is, az 1914 előtti időszakot írja le a nők helyzetét, és minden hozzá kapcsolódó dolgot, szóval kíváncsi vagyok rá. Hogyha már olvastátok, akkor írjátok meg nekem, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. És az utolsó, egy ismételt szórakoztató regény, ez most kivételesen egy piros pöttyös, ez egy birodalom végzete, ez egy víz alatti világról szól. Nem olvastam még hasonlót se, illetve annak idején pár kalózos történetet igen olvastam, de nagyon-nagyon régen nem olvastam hasonlót. A vízi világ leírására kíváncsi vagyok, szóval be fogok nektek erről is majd számolni. Ez volt hát az a 7 könyv, amelyet én júniusban vásároltam. Hogyha bármelyiket már olvastátok, akkor mindenképpen írjátok meg nekem, hogy hogy tetszett, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, én Erázs voltam, hogyha tetszett a videó, kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalmam eljuthasson hozzád. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!